Jó estét kívánok, a híradót látják itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban 2015. július 29-én, szerdán 19 órakor. Megyesi Kata vagyok, nézzük főbb híreinket először röviden. Szelektíven a környezetünkért, nyáron is várják a hulladékudvarok a lakókat. Járdaépítés Mosonban, megkezdték a városrészi gyalogút rekonstrukcióját. Élet, erő, egészség. Keresett árucikk a Magyar Tej. Fém, rongy, zöld és műanyag hulladék. Ez csak egy része annak, amit a helyi díjfizetők elhelyezhetnek a Moson-Magyaróvári hulladékudvarban. Egy személy évente 4 gumiabroncsot is vihet a telepre. Az építési törmelékért viszont plusz díjat kell fizetni. A szelektív hulladék egy részét János Somorján újrahasznosítják. Heti 3 nap áll rendelkezésére a díjfizető városlakóknak arra, hogy elhelyezzék a különböző szelektíven gyűjtött hulladékot a Moson-Magyaróvári udvarban. Az ide szállított hulladékokat kizárólag szelektíven a megfelelő konténerekbe lehet elhelyezni. Különböző frakció hulladékoknak van konténer kihelyezve, értem ez alatt a fém, a rongy hulladék, a papír hulladék, a fólia, a műanyag hulladék, ugye zöld hulladék, törmelék, gumiabroncsot lehet elhelyezni, ugye ügyfelenként éves szinten 4 darabot, és fontos azt is tudni, hogy a díjfizető ügyfeleknek szól a hulladékudvar, tehát azok, akik rendszeresen a kommunális hulladékgyűjtés után fizetnek, azoknak ezen bizonylat bemutatásával történhet meg gyakorlatilag a hulladékudvaron a hulladék elhelyezése. A begyűjtött hulladék János Somorjára kerül a hulladéklerakóba, ahol átválogatás után bizonyos részét újrahasznosítják. Ez azonban csak a hulladék egyharmada, a többi után kezelési díjat kell fizetnie a KFT-nek. A szelektíven gyűjtött hulladék aránya azonban növekvő tendenciát mutat, hívta fel a figyelmet az ügyvezető. A vegyes hulladékhoz képest a szelektíven begyűjtött hulladék aránya az folyamatosan növekszik. És én azt gondolom, hogy ez valóban a 21. századnak kell, hogy legyen, hogy valóban a lakók, mi gyakorlatilag ezt fémjelezzük, a lakók pedig ezt tudomásul vegyék, és egy szemléletváltozáson essenek keresztül, hogy valóban a szelektíven gyűjtött hulladékok azok hasznosításra kerüljenek, tehát ne kerüljön be a vegyes hulladék közé, hanem valóban külön gyűjtéseket már a háztartásokba. A következő generáció így már automatikusan a környezetkímélő gyűjtési módszert alkalmazhatja. A Moson-Magyaróvári hulladékudvarba csak a helyi díjfizető városlakók helyezhetnek el hulladékot a személyi igazolvány és a lakcímkártya felmutatásával. Az udvar szerdán és pénteken reggel 9-től 17 óráig, illetve szombaton szintén reggel 9-től 13 óráig tart nyitva. Hasonló hulladéklerakó található Halászin, a bezenyeiek, dunakilitiek, hegyeshalmiak és levéliek pedig rajkán adhatják át a feleslegessé vált hulladékot a díjfizetés igazolása után. Megkezdte a Városüzemeltető és Fenntartó KFT a járdaépítést Mosonban. A városrészben egy hosszabb felületen újul meg a gyalogút, ezért némi fennakadásra kell számítani néhány napig a piac és a posta között. A Győr felé vezető külső sávot ugyanis elfoglalják a munkagépek, a jövő héten pedig a Városkaputéren aszfaltoznak a VÜF munkatársai. Az elmúlt években jelentősen megnövekedett a tejfogyasztás Magyarországon. Ez jó hír a termelőknek, ugyanis kifejezetten keresett árucikk a magyar tej, valamint rendszeres fogyasztása elősegíti egészségünk megőrzését is. A tejtermelés Magyarországon a 80-as években élte virágkorát, ekkor évente 2,9 milliárd liter volt az éves előállítás. A következő évtizedekben ez majdnem a felére csökkent, azonban mára ez a szám ismét növekedésnek indult. Az utóbbi 2-3 évben vagyunk szemtanúi annak, hogy ismét dinamikusan nő a magyarországi tejtermelés, évi mindegy 4-5-6, jobb esetben 6%-kal, és hát a tejfogyasztás is lassan-lassan kapaszkodik vissza. Az egy főre jutó évi tejfogyasztást ma olyan 160-170 literben lehet megjelenni. Pontos számot nem tudunk mondani, mert ugye elég sok tejet exportálunk. A szakértő szerint a magyar tej minősége kiváló, ezért keresett árucikk külföldön is. Rendszeres fogyasztása jó hatással lehet egészségünkre, ugyanis számos vitamin tartalmaz, illetve sok benne a kálcium, ami a csontokat erősíti. Minden olyan anyagot, ami az emberi a szervezetnek a fejlődéséhez, a csecsemőkortól, akár az öregkorig bezárólag szükségesek. Tartalmaz kérem szépen fehérjét. A fehérjének is különböző variánsait, könnyen emészthető
őt kicsit nehezebben emészhető, gyorsan felszívódott, lassabban felszívódott. Tartalmaz olyan zsírokat, amelyek rendkívül könnyen emészthetők, az emberi szervezetre rendkívül jó hatásuk. A nyugalmazott igazgató elmondta, akik érzékenyek a tejre, azok más tejszármazékot nyugodtan fogyaszthatnak, mert ezek nem tartalmazzák az allergiát kiváltó laktózt. Gyakran található az üzletek polcain olcsó külföldi importáru, azok minősége azonban gyakran silány. Érdemesebb inkább a valamivel drágább, de biztonságosabb magyar terméket választani. 42 pályázati kiírást hirdettek meg a Nemzeti Tehetségprogram legújabb cselekvési tervében. Ebben a fiatalok tehetségüknek megfelelő segítséget kapnak képességük kibontakoztatásához és hasznosításához. A keretösszeg 2,8 milliárd forint, amely kétszerese a tavalyi évben erre a célra biztosított összegnek, és több mint háromszorosa a 2013-as keretnek. A program forrásának alapját a személyi jövedelemadókból erre a célra felajánlott 1%-ok képezik, amit a kormány az összegyűlt adóbefizetésekkel egyenlő összeggel egészít ki. A nyílt pályázatok beadási határideje 2015. szeptember 11-e. Bővebb információ a www.emet.gov.hu honlapon érhető el. 8 napos csehországi edzőtáboron vett részt a Mosonmagyaróvári Kézilabdaklub. Az erőléti edzések és a taktikai felkészülés mellett nagy hangsúlyt helyeztek a csapat összekovácsolására, hiszen szinte új együttest kell építeni. A felkészülés itthon folytatódik. Az MKCS-e csütörtökön este 6 órakor nyilvános edzést tart a Mosonszolnoki sportcsarnokban. Ide várják a szurkolókat is, ahogy augusztus 8-án is. Akkor a győri Audi Eto ellen lesz felkészülési mérkőzés. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Most a 2013-ban a Szent István Napok rendezvénysorozat idején készült beszélgetésekből válogatunk. Friss hírekkel holnap este a szokott időben 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!